Oktatással kapcsolatos pályázatokat nyújthatnak be szovátai civil szervezetek annak köszönhetően, hogy a városban is jelenlevő nagyáruházak egyike 5. alkalommal biztosít jelentős pénzösszeget. Idén Szovátára esett a választás, a pályázat lebonyolításával a Marosszéki Közösségi Alapítványt bízták meg. A program a Jobb Jövőt a Közösségekért Alap, az a neve, és romániai nagyáruház Lánca Lidl finanszírozásával, illetve a Romániai Közösségi Alapítványok Föderációjának koordinációjával jön létre, helyileg pedig a Marosszéki Közösségi Alapítvány koordinálja, amelynek én vagyok a projektmenedzsere. A programot azzal a céllal hozták létre, hogy a helyi közösségbe bevezessék a nonformális oktatást, akár minden generációt megszólítva és segítséget nyújtva a civil szervezeteknek abban, hogy jobban válaszoljanak a közösség igényeire. Tudtuk meg Kolcsás Szilvia Pannától, a Marosszéki Közösségi Alapítvány projektmenedzserétől. Pályázhatnak helyi vagy nem helyi civil szervezetek, akik legális státusszal rendelkeznek, bejegyzett civil szervezetek. A nem helyi civil szervezetnek az a kritérium, hogy mindenképp a programot szovátán kell gyakorlatba ültetni. A civil szervezeteknek lehet jelentkezni a programba május 8-ától június 5-ig. Ez alatt kell megírniuk a pályázatot, és a Marosszéki Közösségi Alapítványon, ha felveszik a kapcsolatot, akkor közben segítséget nyújtunk a pályázat megírásában. Végigvezetjük őket a lépésein, segítünk nekik ötletelni. Személyesen találkozom mindenkivel, akinek van bármilyen ötlete oktatással kapcsolatban itt Szovátán. A helyi pedagógusokkal, egyesületekkel, alapítványokkal már korábban elkezdődtek az egyeztetések, a programfelelős a tanintézmények vezetőit is felkereste. Olyan lehetőség ez a közösségre nézve, amelyet nem szabad kihagyni, hiszen új ötletek megvalósítására biztosít keretet. Mi a Marosszéki Közösségi Alapítvány úgy gondoltuk, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb igény van az olyan iskolai programra is, ami beviszi a csúfolódás, a függőségek és az általános biztonság témáját az iskolába, ami végül is az életre hivatott felkészíteni a fiatalokat. Épp ezért hoztunk egy saját pályázatot is az oktatás a biztonság témában. Hozunk szakértőket bullying, csúfolódás témában az osztályokba, 21 osztálynak összesen. Hozunk szakértőt függőségekkel kapcsolatban, és közlekedésbiztonság, biciklis oktatás témában, ahol gyakorlat is lesz. A Marosszéki Közösségi Alapítvány menedzsere reméli, hogy a szovátaiak élnek a lehetőséggel, és olyan ötleteket tudnak majd megvalósítani, ami a közösség hasznára válhat. Továbbá bízik benne, hogy lelkesedéssel fognak részt venni az aktivitásokon.